jobb lábadat nyújtsd fel a hátra a törzs folytatásába. A gyógytornász egy olyan egyetemi végzettséggel bíró szakember, aki az orvossal szoros kapcsolatot tartva a beteg gyógyításán dolgozik. A Hévízi Reuma Kórházban több mint 30 szakképesített gyógytornász dolgozik, ezzel hozzájárulnak a városon belül zajló gyógyítás jó híréhez. 1951-ben a Gyógytornászok Világszövetsége megalakul, és 1996 óta meg is ünnepeljük ezt a és világnapnak, a fizioterápia világnapjának hívjuk ezt a napot, ahol is 96 óta minden szeptember 8-án, minden évben megemlékezünk tulajdonképpen a gyógytornászok szerepéről a gyógyításban. A fizioterápia szemszögéből nézve nagyon fontos a megelőzés, azaz a prevenció. Ennek elsődleges, másodlagos és harmadlagos formáját különböztetjük meg. Míg az elsődleges a fájdalmak kialakulása előtt panaszok hiányában kezdődik, a harmadlagos már célzott kezeléseket jelent. A terápiáknak nagyon sok formája létezik, lehet az manuál vagy balneó, de akár az ultrahangos kezelés és az iszappakolás is ide tartozik. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt Hévízen, hiszen van egy tavunk, és van sok-sok beltéri medencénk is, úgyhogy tudjuk biztosítani a betegek számára a víz alatti mozgás lehetőségét is. Minden nap zenés vízitornát tartunk a medencetérben, ahol minden éppen ott fürdőző ember részt vehet kedve szerint, illetve minden nap többször is van gerinctorna, illetve csípőtorna víz alatt, gyógytorna, ami viszont már orvosi kiírásra történik. A kórházban nem csak gyógyító, hanem oktató és tudományos munka is zajlik. Az intézmény gyakorlati és oktató helyszínként is szolgál az egészségügyi hallgatóknak, akik itt testközelből találkozhatnak a szakmával, magával. A kutató munka pedig a folyamatos fejlődést és az új metódusoknak a beépítését segíti elő. Az egyik kolléganőnk a legutóbbi orvosi hetilapban egy nagyon komoly cikket írt a COVID fizioterápiájáról, illetve a most közelgő gyógytornász kongresszuson is 4 gyógytornász előadással készülünk, esetismertetésekkel, illetve egy nagyon komoly átfogó pilot program eredményeinek a bemutatásával. Hátra viszed a labdát a fejedre, és vissza kinyújt a térd. A Szent András Reuma Kórházban a gyógytornászoknak minden lehetőség és technikai felszerelés adott, hogy kiteljesedhessenek a szakmájukban, hogy így minél magasabb szinten és hatékonyabban tudják gyógyítani a Hévízre érkező betegeket.